Milyen módon kaptál elhívást az egyházi szolgálatra? Mely alkati vagy kifejlesztett készségeket tartják fontosnak a püspöki szolgálathoz a jelöltek? Milyen idegen nyelvet beszélsz, és milyen szinten? Hogyan értékeled jelenlegi, illetve korábbi gyülekezeti munkádat saját gyülekezetedben? Mit tettél a közösségek megerősítésért, ami esetleg számszerűsíthető is? Teológiai látásod kulcs mondatait foglald össze. Hogyan, mennyit, milyen forrásokból készülsz az ige hirdetésekre? Havi átlagban hány különböző ige hirdetést tartasz? Mennyi jelenik meg, vagy jelent meg nyomtatásban? Van-e, volt-e olyan püspöke az egyházunknak, akinek a szolgálata, személyisége példaként áll előtted? Miért? Ez az első kör tehát, és ABC sorrendben kezdjük. Kérem Aradi György testvérünket, akkor kezdje meg az 5 percét. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot, akik megjelentek ezen a fórumon, a püspökjelöltek bemutatkozásán, nyilvános fórumán. Ez az első ilyen alkalmadéri egyházkerületben. Aradi György vagyok, és személyes életemből elsőként azt szeretném elmondani, hogy a lelkész családban Budapesten születtem 1970-ben. Édesapám akkor a Rákóczi úti szlovák gyülekezetnek volt lelkésze, és közel fél éves itteni tartózkodás után kerültem Szarvasra, az új templomi gyülekezetbe. Ez volt az első olyan hely, ahol egy gyülekezeti közösségben élhettem. A gyerekkorom is itt telt az általános iskola időszakban. Majd Budapestre kerültem vissza középiskolás koromba, az első István vagy Szent István gimnáziumba, és tulajdonképpen ide kapcsolódik a személyes elhívás kérdése is, mert lelkész gyerekként evidens volt, hogy részt veszünk a gyülekezet életében. Tulajdonképpen az első hitvitáimat óvodás koromban folytattam le az óvónénikkel, és ott mondtam el, hogy lehet, hogy az óvónéni a majomtól származott, de minket Isten teremtett, amikor az otthoni hitvallásos légkörben nevelődtünk. Nos, a gimnáziumi évek jelentették számomra azt, hogy az otthonról hozott gyermeki hit leomlik valamilyen módon, és egy nagyvárosi kollégiumi környezetben hogyan lehet hívő embernek maradni. Én akkor egy szimfonikus zenekarban is játszottam, és onnan hívtak Sie Jenő közösségébe, ez egy katolikus mozgalmi közösség volt, és megragadott az, hogy világi emberek is milyen hiteles életúttal tudnak a hit dolgaiban bizonyságot tenni. És akkor lettem nagyon rendszeres bibliaolvasó, ide a Deák térre jártam ige hirdetéseket hallgatni, testvéreimmel együtt vettünk részt az itteni gyülekezet életében, és úgy éreztem középiskoláskolom végére, hogy bár más irányba igyekeztem biológia, matematika, orvostudományi egyetemre menni, haladni, hogy az Úristen engem arra indít, hogy a teológiai képzésben vegyek részt, mert olyan egzisztenciális kérdésekre csak ott kaphatok választ, ahol a teológusok, a szentírással foglalkozó emberek adnak válaszokat. Már a teológiára esett az, amikor tulajdonképpen egy személyes válság helyzetben éreztem azt, hogy bár egészen jól zárom a fél évet, jó tanulmányi eredményekkel haladok előre, de hogy Istenhez közelebb kellene kerüljek, és ott éltem meg azt, hogy Isten mélységesen szeret, és életválságokból, mély egzisztenciális kérdésekből is imádságos, hívő életútra és lelkészi szolgálatra hív engem is. Amit a föltett kérdésekből kiemelnék, családi életemről talán annyit, hogy feleségemmel is egy egyetemista nyári konferencián ismerkedtem meg Balatonszárszon, egy evangélikus táborban. 4 gyermeket nevelünk együtt, és a személyes életnek és a lelkészi pályának, a családi életnek és a lelkészi hivatásnak az összhangját nagyon fontosnak gondolom. Milyen készségeket tartok fontosnak a püspöki szolgálathoz? Azt gondolom, hogy rendkívül fontos az integratív személyiség, amikor különféle irányzatokat, különféle látásmódot képviselő embereket kell egy irányba a szolgálatra összegyűjteni, közösségi, nyílt kommunikációval, és azt gondolom, hogy a vezetés azt jelenti, hogy minden helyzetben az igére támaszkodva és a kollektív bölcsességre támaszkodva kell egyház vezetőként gyülekezetben, de kerületi szinten is helytállni. Nyelvtudásomra vonatkozóan annyit szeretnék megosztani, hogy az első teológiai diplomámat chicagói ösztöndíjas időszak után szereztem, a magiszteri fokozatot, így tehát az angol nyelvet jól beszélem magas szinten, és rendszeresen használom szolgálatokban.
a mostani fasori gyülekezetemben azt kell mondjam, hogy havonta átlagosan egy angol nyelvű istentiszteletet is vezetek. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a teológiai látásomban a Krisztus központúság, az ige és a szentségi szolgálat az, ami nagyon fontos, a luteri teológia és mindabból, ami azt jelenti, hogy közösségben éljük meg a hitünket, hanem ezek a legfontosabb dolgok. A korábbi gyülekezeteim közül Somogy megyében szolgáltam egy 24 településes szorvány közösségben, ahol akkor épült meg az új templom, Magyarország egyik legszebb evangélikus temploma, és ebben a közösségben szolgáltam majdnem egy évtizeden keresztül. Az ottani közösségépítő munkában és a fasorban is a legfontosabbnak azt tartom, hogy a régi, tradicionális híveket és az újonnan megszólított közösségbe illeszthető, elhívott embereket együtt tartani. A püspökök közül példakép talán Ordas Lajos lehet, csak bökszavakban mondom, hogy az ő teológiai fölkészültsége, szilárd helytállása és a nemzetközi kapcsolatai kiemelkedőek az egyház történetében. Köszönjük szépen. Felkérem Kondor Péter, ismeres urat. Fontos segítség. Erősvár a mi Istenünk, nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, érdeklődőket. Kondor Péter vagyok. Szegeden születtem 1968-ban. Szarvason jártam középiskolába, a Vajda Péter gimnáziumban érettségiztem, és ebben az időben, bár vallásos neveltetést kaptam, kerültem el ifjúsági közösségbe, ahol rácsodálkoztam arra, hogy Isten szeretete hozzám is lehajol. Az én életemet is külön megszólítja. És immár nem csak megszokás volt az esti imádság, hanem átadhattam az életemet Krisztusnak, és harmadikos gimnazistaként a barátokkal, barátnőkkel együtt próbáltuk invitálni a közösségbe a gimnazistákat. Ez nem mindig aratott osztatlan sikert az akkori gimnáziumi vezetésben, ez a vihar sarokban nem volt egy természetes helyzet. Majd, mivel orvos dinasztiából származom, és természetesnek tűnt, hogy az orvosi egyetemre megyek, már az orvosira történő felvételi után nehezedett a szívemre, hogy mindent igyekszem Isten akarata szerint élni, próbálom a napjaimat elévinni, csak éppen életem legfontosabb kérdését nem. Mi leszek, ha nagy leszek? És nagyon sok drága, imádságos alkalom volt mögöttünk, barátokkal, lelkésztestvérekkel, amiben Isten megerősített abban, hogy meg kell maradnom amellett, amiről bizonyosságom van. Bizonyosságom pedig egy dolog felől volt, arról, amit Krisztusban, az ő megváltó szeretetében kaptam. Így indultam a teológiára, 92-ben végeztem, D.dr. Harmati Béla püspök úr ordinált, helyezett Nagyszénásra, ahova feleségemmel együtt kerültem, akivel 89-ben házasodtunk össze. Ő hitoktató, Békés Csabán a Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus gimnáziumban. Mindvégig kísérte a pályámat, ő innen Budapestről, a Műszaki Egyetemről indult, itt volt állásban, és kísér azóta is hűséges szeretettel. Két gyermeket neveltünk fel, mindketten egyetemisták, gyógyszerész és biomérnöki karon vannak itt Budapesten. A nagyszénási évek után a Szarvas Ótemplomi Egyházközségben, majd Kondoroson, 17 éve pedig Békés Csabán szolgálok lelkészként, 18 éve vagyok a Kelet-Békési Egyházmegye esperese, 10 éve a Lelkészi Munkaközösségek Országos Szövetségének elnöke, országos presbiter vagyok, gazdasági bizottság elnöke. Nem sorolom el, itt-ott elolvasható, több mint 20 bizottságban, munkaágban, munkacsoportban dolgozom, ebből 9-nek elnöke vagyok. Nem szeretnék erről külön beszélni. Azt szeretném elmondani, hogy életemnek a vezérfonala mégsem más, mint a Krisztus. Az ember akárhol dolgozik, akármilyen szolgálatot végez, egyetlen prioritása van, hogy emberi életeket Krisztushoz vezessen. Hogy emberi életek változzanak meg az emberi kapcsolatainkon keresztül, az egészen apró hétköznapi reakcióinkon keresztül, barátok közt, iskolában, családban és a szolgálatban egyaránt. Szeretném, hogy mindezek a szolgálati területek, amelyeken eddig tevékenykedtem,
áldásá legyenek egyházunk számára, és azok a vezetői tapasztalatok, amelyek konfliktus kezelésben, amelyek közösségépítésben egyetértek Gyuri barátommal, az integráló készségben megjelenhetnek, hiszen mindezekben sokszor próbára tett és sok mindenben gyakorolt az eddigi évtizedek alatt az Úr. Ezek hasznára lehessenek a kerületünknek is, amennyiben megtisztelnek majd a bizalmukkal, ha az Úristen így helyezi a testvérek szívére. Szeretném erősíteni gyülekezeteinket, megerősíteni lelkészeinket, de majd erről részletesebben a további kérdésekben. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak kerületünk, egyházunk, de a határon túlélő magyar evangélikusokkal is mélyítsük tovább a mi kapcsolatainkat. A püspöki szolgálat nem egy szűk ölelésű szolgálat, hanem egy nagyon tág ölelésű. És hogyha a nyelvi kérdésre is válaszolnom kell, a nyelvi készségeket én nem ösztöndíjasként gyakorolhattam. Orosz-francia tagozaton végeztem, németül-angolul privát tanultam, de a lelkészi szövetségek konferenciájának, európai konferenciájának állandó tagjaként évente 2-3 konferencián németül és angolul szolgálok és veszek részt ebben a közösségben. Kiemelkedő püspöki személyiségek, Harmati püspök úr, Gáncs Péter püspök úr voltak az életemben, mindkettőjüktől nagyon sokat tanultam, és Szeberényi Gusztáv Adolf élete, mindenkinek jó szívvel ajánlom figyelmébe a tavaly megjelent könyvet, Békeidők küzdelmei, jelentenek sokat számomra Békés Csabai lelkészként. Szépen köszönjük, fegyelmezetten haladunk, a Szeverényi János testvérünket kérjük. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Békés Csabán születtem, egy hívő, bibliaolvasó, templomba járó, család 11. tagjaként. Ott házunkban mellékesen volt csak 11, aztán később 12 gyerek, mert az 50-es, 60-as években is csendes napokat szerveztek a szüleink, a korabeli keresztény ifjúsági egyesületet, amit egy tolvonással feloszlattak, ők nem oszlottak föl, hanem továbbra is tartották a hitüket, és 18 és fél éves koromra nagyjából úgy besatszoltam, több ezer keresztény egyházi programon vettem részt, tehát bizonyos értelemben vallási szempontból halmozottan hátrányos helyzetből is jövök, és nem vagyok rá ugyan büszke, evangéliumi körökben szokták mondani, hogy hozz egy döntést Isten mellett vagy Jézus mellett, én is hoztam egy döntést, hogy én ebben tovább nem veszek részt, tehát nem volt szimpatikus számomra bármilyen lenyűgöző is a Békés Csabai nagy templom is, hogy 110-et magammal konfirmáltam, sőt abban az évben, amikor engem megkereszteltek, körülbelül 300 gyermeket kereszteltek meg abban a gyülekezetben, és én is ugyanúgy kikonfirmáltam másokhoz hasonlóan, és unalmas volt számomra az egyházi élet. Kicsit ravatalozó szerűség volt ez a hatás, és akkor Békés Csabán szolgált Győri János Sámuel segédlelkész, aki elment és kereste az elveszetteket. Tehát nem egyszerűen harangozott és várt az embereket a templomba, nem emlékszem, fényképész voltam, és velem készítette el az akkori kottákat, az akkori rock és egyéb oratóriumokhoz. Régi fényképész módszerekkel hívtuk elő a képeket, és jött utánunk, de ettől se lettem keresztjén, hanem aztán mégiscsak bekavarodtam egy rock oratórium próbára, amit ő vezetett, és így indult el egy egészen új szakasz az életemben. Hitre juthattam, megtérhettem Isten kegyelméből, újjászülettem, és valóban megváltozott minden akkor. Kaptam az elhívást az albérletemben egy szombat hajnalon, hogy teológiára kell mennem, lelkésznek kell lennem. Este bejelentettem az ifjúsági órán, János két oldalról megcsókolt, és jót kívánt mindezekhez. Azóta Isten ebben hordoz és megtart. Csorváson, Gerendáson kezdtem a szolgálat, akkor ez két önálló gyülekezet volt. Az egyikben 5 éve akkor már nem volt keresztelő, konfirmáció és esküvő. 5-6-an jártak 70 fölöttiek templomba, és éppen el akarták adni a parókiát. Tehát itt valaki kérdezte, hogy milyen ez a gyülekezet plantálás. Ez már nagyjából az, és több évi szolgálat, imádkozás és sok-sokféle fajta több rétegű szolgálat után aztán kereszteltünk, lett ifjúság, lett konferencia, sok minden más is ebben a gyülekezetben, de átéltem a rendszerváltás utáni ifjúsági munkának a
a mozgását, mozgalmát évente 15-20 programot képzés szerveztük már 89-90-től. Az egyházban segédkönyveket adtunk ki, és ott is azt láttam, hogy hogyan indulhat el egy gyülekezet megelevenedése például az ifjúságon keresztül. Később Kelenföldre kerültem, amely ugyan nagy gyülekezetnek számít, de akkor ifjúsági csoport abban a gyülekezetben, és aztán ez nem ilyen marketinges beszámoló, de hát kérdeztek ilyen jellegű motivumokat is tőlünk, és ott aztán lett egy 50-60 tagú ifjúság, és igazi missziós szolgálatot lehetett együtt végezni a gyülekezet régi stabil, elkötelezett tagjaival. Közép szinten beszélek németül, ugye én 15 éves koromtól kezdve dolgozom fényképészként, ipari tanuló voltam, és dolgozó gimnáziumában érettségiztem, a teológián 4-5 nyelv rám zuhant, de ez nem akadályozott meg abban, hogy az elmúlt években, évtizedekben elég sok országban meghívnak olyan helyekre is, ahol fordítják az ige hirdetéseimet, előadásaimat, Ukrajna, vagy Norvégia, Dél-Afrika, Amerika, különböző helyeken jártam, szolgáltam, és így meg tudtuk oldani ezt a területet is, ezt a kérdést is. Ige hirdetésre való készülésről azért annyit, hogy mindenképpen a térd. Térdre kell borulni lélekben, szellemben, valóságban, akár fizikálisan is, tehát Istentől kérni az üzenetet. Van úgy, hogy készen van a prédikáció, és azt érzi az ember, hogy nincsen táplálék benne, nincsen üzenet, mennyei kenyér, tehát mindent szakmailag meg kell tenni, az egyházban is, ma is, most is, minden szinten, de az egyház egy transzcendens, egy természet fölötti valóság, amely csak Isten által élhet és maradhat meg, semmi más megoldás nincsen, tehát szükség ma is, most is ezen a fórumon is minden okosságot itt felsorolni, de az élet egyedül az élő Istenben van. Szépen tartjuk az időt, Rető István testvérünket kérjük. Én is szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Vető István vagyok, Budapesten születtem 1963-ban. Az indítatásomat mindjárt a családi körben éreztem meg először, hiszen édesapám is evangélikus lelkészként szolgált, és édesanyám mindig ott volt mellette, mögötte, előtte, ahol éppen lennie kellett, és ő volt az, aki a családban képviselte az egyház hangulatát, a biblikus neveltetést. Édesapám pedig mindig ebben becsatlakozott, amikor sok-sok látogatás, sok-sok filia gondozása után késő este hazaért. De természetesen voltak közös beszélgetéseink, különösképpen aztán majd, amikor én teológiára kerültem, addig valahogy ezek a kérdések nem kerültek elő, de azért minél inkább belebonyolódtam teológiai kérdésekbe, annál nyitottabban válaszolt ő is ezekre. Úgyhogy mindenképpen így emlékszem vissza a vele való beszélgetésekre, a találkozásokra. A szolgálataimról annyit mondhatok, hogy amikor befejeztem a teológiát, akkor közvetlenül a püspöki hivatalba kerültem, az Északi Egyházkerület püspöki hivatalába, ahol 5 év alatt sok leckét kaptam különböző témákban, területeken, és aztán az 5 év után én magam kértem azt, hogy hadd végezzek végre gyülekezeti szolgálatot, hiszen azért hiányzott az ige hirdetésnek ez a személyes és a gyülekezeti tagokat megszólító lehetősége. Vas megyébe kerültem, és ott 17 éven keresztül szolgáltam, és hogyha a cinkotai gyülekezet nem hív meg, talán még mindig ott vagyok. Én nagyon nagy örömmel végeztem ott a szolgálatomat, és az elmúlt 17 év alatt lényegében nemzedékeket tudtam végig kísérni. Voltak olyanok, akiknek a gyermekeit kereszteltem, vagy konfirmáltam, vagy konfirmandusomnak kereszteltem gyermekét, és vissza is tértek hozzám már, mióta nem ott szolgálok, és kérték, hogy a szolgálatokat végezzem el a családok különböző ünnepein. Úgyhogy ez nekem egy nagyon jó visszajelzés és egy bátorítás arra, hogy amit végeztem, azon ott volt Istennek az áldása, és valóban nem volt hiába való az a munka, amit végezhettem.
Aztán a Vasi Egyházmegyében zenei előadóként is működtem, és zenei táborokat vezettem, és ez nagyon nagy élmény volt. És sokan mondhatják el azt, hogy ezekben a táborokban kezdtek el a gyülekezeti munkába bekapcsolódni a zenén keresztül, és talán még mélyebben bekapcsolódtak a biblikus gondolkodásba, a hitbeli kérdésekbe is. Az esperesi szolgálatom 8 éven keresztül tartott a Vasi Egyházmegyében, ez alatt az idő alatt nagyon sok gyülekezetet meglátogattam, szinte lecserélődött az egész lelkészi kar, nagyon idős lelkészek voltak ott korábban, és mind-mind fiatalabb lelkészekre váltottak a gyülekezetek, és az ő beiktatásukkal kapcsolatos beszélgetésekben jelen voltam. Jó volt azt megtapasztalni, hogy volt bizalom a lelkészek felől, a gyülekezetek tagjai felől, és meghallgatták a tanácsaimat. Arról is beszámolhatok, hogy volt lehetőségem már teológus koromtól kezdve külföldi utakra látogatnom Angliába, Németországba, Hollandiába, Spanyolországba és egyéb területekre, ami nagyon izgalmas volt a számomra. Próbáltam mindig azt a nyelvet ízlelgetni, amilyen országban voltam. Hát ebből az angolt és a németet azért elég jól megértettem, és tudtam is kommunikálni ezen a nyelven. Azért próbálkoztam nyilván a latin alapú nyelveknek a elsajátításával is, de hát néhány köszönésen túl nem jutottam. Viszont a testvérgyülekezeti kapcsolatok révén sikerült azért a finn nyelvvel és a szlovák nyelvvel is megismerkedni. Igaz, olyan segítséggel, hogy nekem előre lefordították a köszöntő szövegeimet, ezeket én megtanultam, és így próbáltam gesztust adni a testvérgyülekezeteknek, hogy az ő anyanyelvükön fogalmazza meg a köszöntést. Tehát igazából ezek nem beszélt nyelvek, de azért a készség bennem van, hogy ezzel is jelezzük a kapcsolódást. Amiről még talán beszélni kellene, az, hogy hogyan tapasztaltam a közösségek megerősítését. Nagyon örültem annak, hogy azokban a gyülekezetekben, ahol szolgáltam, ott a gyülekezeti tagok nemzedékről nemzedékre adták át a presbiteri tisztséget, szülők kezdték el a gyermekbibliórák tartását, és jó volt azt megtapasztalni, hogy az a nőegyleti munka, amit elkezdtünk, az folytatódott tovább, és ez összetartotta a gyülekezet női közösségét. Még a püspök képekre visszatérve, vagy példaképekre, 3 példakép van előttem. Az egyik, aki azt mondta, hogy ő azt állítja az egyházban, hogy nincsenek rangok, tisztségek, vagy hogy mondjam, tehát nincsenek címek, hanem mindnyájan testvérek vagyunk. A másik, amit megjegyeztem, hogy az ő személyigazolványába továbbra is az lesz beírva, hogy evangélikus lelkész. A harmadik pedig, aki mindig igyekezett megőrizni a püspöki tiszt és az ő személyes méltóságát, és csak akkor vonult nyugdíjba, amikor úgy érezte, hogy elrendeződtek körülötte a dolgok. Úgyhogy ezek számomra azért példaképek voltak. Köszönöm szépen!